Szeretettel köszöntöm az itt megjelent kis Pál Andrea menyasszony, Máté Péter vőlegény, megjelent tanúikat és a kedves vendégeket. Kedves házasulók, házassági szándékotok bejelentésekor úgy jelentetek meg Alsó-Zsolca város anyakönyvvezetője előtt, hogy már hosszú évek óta tudtátok, hogy megtaláltátok igazi társatokat, és azzal a hittel jelentetek meg hivatalunkban, hogy eljött az idő, és biztosak vagytok abban, hogy házasságot kívántok kötni egymással. Sokan sokszor álmodoznak arról, hogy egyszer egy ilyen nap is eljön az életükben, amikor örök hűséget fogadnak párjuknak, aki mellett leélik majd egész életüket. A ti esetetekben ez az álom most valósággá válik. A házasságkötést megelőző eljárás során a megállapított okiratokból és a tett nyilatkozatokból megállapítottam, hogy házasságkötéseteknek törvényes akadálya nincsen. A házasság megkötéséhez és érvényességéhez nem szükséges más, csupán az, hogy előttem és a jelenlévő két tanú előtt a feltett kérdésemre egybehangzó igennel válaszoljatok. Ehhez az ünnepélyes pillanathoz kérem szíveskedjenek felállni. A törvényben előírt kérdésemet először a menyasszonyhoz, majd a vőlegényhez intézem. Kijelented-e kis Pál Andrea menyasszony, hogy az itt jelenlévő Máté Péter vőlegénnyel házasságot kötsz? Igen. Köszönöm. Kijelented-e Máté Péter vőlegény, hogy az itt jelenlévő kis Pál Andrea menyasszonnyal házasságot kötsz? Igen. Köszönöm. Megállapítom, hogy Máténé kis Pál Andrea feleség és Máté Péter férj a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársa. Kérem szíveskedjenek helyet foglalni, most pedig benneteket arra kérlek, hogy az előttet fogadalmatokat aláírásotokkal is hitelesítsétek. Először az ifjú feleséget kérem, majd a férjet és tanúikat szíveskedjenek kifáradni. Köszönöm szépen. Kérem az ifjú feleség tanúján, szíveskedjen kifáradni Vargáné kis Pál Gabriella. Egyszer ide kérnék egy aláírást. Nyugodtan persze, hogy kényem. Előre lehet húzni a széket is nyugodtan. Kicsit magas az asztal, alacsony a szék, de... És
Jó, ide megint egyet. Köszönöm szépen, ennyi, és akkor kérném a ifjú fél tanulját. Marga Tamás, ide kérnék egy aláírást. Lapozok, ide még egyet. Most már igen. Rendben, köszönöm szépen. Jó. Foglaljatok helyet egy picit. Én is aláírom. Minden táján az egymást szerető emberek jegygyűrűt húznak egymás ujjára. Most ti is ezt teszitek. Íme itt a két gyűrű, a szerelem és az összetartozás csillogó jelképe. Kérlek benneteket, húzzátok egymás ujjára a gyűrűt, és pecsételjétek meg összetartozásotokat az első hívási csomagban. Menjetek a gyertyákhoz, a világnak szinte minden táján a gyertya fénye, lángja ősidők óta jelképez valamit. Nagy ünnepeken, családi események során a gyertya fénye teszi meg hitté érzéseinket. Előttetek most a szeretet szimbólumaként ég. Két láng, két élet. A gyertya fénye jelentse ma a szerelmet, és hogy ez a szerelem soha nem múlik el. Most ezen a szép napon lépjetek közelebb, és a két szélső gyertyáról lángot véve gyújtsátok meg a középső gyertyát, melynek lángjából vigyetek sok fényt magatokkal, hogy jusson belőle életetek, házasságotok minden egyes napjára. Foglaljatok helyet. A
Andrea és Péter. Miután sorsotokat törvényeink értelmében is összekötöttétek, engedjétek meg, hogy legszebb hivatali kötelezettségemnek tegyek eleget, és elsőként köszöntselek benneteket, mint házastársak. Minden ember életében az egyik legfontosabb, legszebb és egyben legnagyobb kihívás az igazi társ megtalálása és a harmonikus, kiegyensúlyozott párkapcsolat kialakítása. Mindannyian arra vágyunk, hogy legyen egy párunk, aki elfogad, megért és szeret, hiszen az ember nem magányra született, a társban, a családban keresi a boldogságot. Házasságot akkor kötnek az emberek, amikor rájönnek, hogy céljaik közösek, és szeretnék immáron útjaik is szétválaszthatatlanok legyenek. Legyenek meg közöttetek azonban azok az apró kis ellentétek is, amellyel nem gyengítitek, hanem éppen hogy kiegészítitek egymást. Nem gond, ha egyikőtök a gyors döntések híve, míg a társa a megfontoltabb, lassabban dönt. Úgy éljetek, hogy házasságotok példaként állhasson gyermekeitek előtt, és úgy neveljétek őket, hogy boldog és megelégedett emberek legyenek. Tanuljátok meg tisztelni egymás erényeit, jó tulajdonságait, és elnézni egymás kisebb hibáit is. Igyekezzetek apró figyelmességekkel örömet szerezni egymásnak, hisz soha nem a nagy dolgok teszik igazán boldoggá az embert, hanem az apró kis kedvességek, figyelmességek. A házasság tartós, életre szóló kapcsolat hosszú, küzdelmes út, ahol társunkkal megoszthatjuk gondolatainkat, örömeinket, félelmeinket. Ne feledjétek, a házasságotok akkor lesz igazán boldog és kiegyensúlyozott, ha őszinték és türelmesek vagytok egymáshoz, hiszen a házasságban nagyon sok türelemre és megértésre van szükség. A szeretőtárs figyelmessége, gondoskodása, az egymásért hozott áldozatok, egymás megbecsülése teszi kiegyensúlyozottá, harmonikossá életünket. Ma mindazok körülvesznek benneteket, akik szeretnek és tisztelnek benneteket, veletek együtt örülnek boldogságotoknak. A szülőknek azt kívánom, hogy sok-sok éven keresztül legyenek tanúi gyermekük boldogságának, és ne feledjék, hogy a szülő mindig támasz marad egy felnőtté vált ember számára is. Szeressék és támogassák a fiatalokat továbbra is közös életükben, osztozzanak velük örömökben, gyönyörködjenek unokáikban. A mai nap legyen egy lépcsőfok életetekben. Az öröm adta energia és a bánat súlyának megosztásával erősítsétek még jobban egymást. Az út sokszor az ismeretlen felé tart, ebben rejlik a szépsége. Útközben lesznek majd emelkedők, félelmetes kanyarok és pihentető parkolók. Figyelmesnek kell lenni, nehogy eltévedjetek, nehogy letérjetek a helyes útról. Figyeljétek az útjelző táblákat, és mindig előre nézzetek, a biztonságos utat válasszátok. Mit is kívánhatok egy kamionos férjnek? Széles utat és gumipákat. És nem utolsó sorban, felesége támogatását, aki nyugodt és békés családi légkör, az otthon melegét biztosítja férje és gyermekük számára. Elnézést kérek egy kis szentjelinnal.
ti már megtettétek az első lépést a szeretet útján, innen kéz a kézben, szép reményekkel indulhattok tovább. Kívánom, hogy az úton, amelyen most közösen indultok el, éppen csak annyi buktató legyen, ami szövetségetek megerősödéséhez szükséges. Kívánom, hogy erre a napra mindig szeretettel gondoljatok vissza, váljanak valóra legszebb elképzeléseitek és vágyaitok. Végezetül az Alsó-Zsolcai Polgármesteri Hivatal és a magam nevében nagyon sok boldogságot kívánok. És fogadjam el a házasság kötésről szóló okiratot, és az emléklapot megerősítve sok boldogságot kívánok nektek. Sok boldogságot. Ez nagy feladat volt nekem, hogy ezt el tudjam mondani. Igen. Őszintén. Segítséget, de sikerült. Kezem, elmúlik a gond, s a félelem. Te vagy mindenem, hisz nélküled nem ér semmit az életem. Ez egy örökre szóló szerelem, hát hidd el, nem élek nélküled. Köszönöm, hogy vagy nekem, és boldoggá tettem.
teszed az életem. Az érzést, amit kaptam tőled, megbecsülöm, hidd el, kérlek. Te vagy a jövőm, s te vagy a múltam, te vagy a levegőm, és te oltod a szomjam. Te vagy a mindenem, hisz nélküled nem ér semmit az életem. Szerelmünk száloga, mit kaphatunk egy gyermek mosolya. Messze már a fájdalom, és jól tudom, hogy fentől vigyáznak ránk. Ez egy örökre szóló szerelem, hát hidd el, nem élek nélküled. Köszönöm, hogy vagy nekem, boldoggá teszed az életem. Az érzést, amit kaptam tőled, megbecsülöm, itt elkérlek. Te vagy a jövőm, s te vagy a múltam, te vagy a levegőm, és te oltod a szomjam. Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, kedves ünneplő testvéreim, akik velem együtt eljöttetek a sozsolcai templomunkba, Árpádházi Szent Erzsébetek mennyei imádságát és közbenjárását is kérve, kedves Péterért, Andreáért, akik most itt az Isten altár előtt örök hűséget esküztek egymásnak, és kérik családi életükre a Szent Háromság egy Istennek áldását, kegyelmét, jóságát és szeretetét. Imádkozzunk életük ebben a szertartásban, hogy ember életüknek minden nap ilyen, ameddig csak elérnek majd az emberi kor végső határáig, érezzék ezt a kegyelmet, érezzék ezt a jóságot, érezzék ezt a szeretetet. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, tekints könyörgésünkre, s áraszt ki jóságosan kegyelmedet testvéreinkre, Péterre és Andreára, hogy akik most házasságot kötnek Szent Oltárodnál, legyenek mindig álhatatosak a kölcsönös szeretetben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Most foglaljunk helyet, kedves testvérek, mindannyian, és hallgassuk meg a Szentírásból Szent Pál apostolnak üzenetét a Korintusiakhoz írt első levélből. Testvéreim, törekedjetek értékesebb adományokra, ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat, és mind a tudományokat. Hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között. Odaadhatom a testemet és égő áldozatul, ha a szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevés, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszot nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanította az utolsó vacsorán.
Amint engem szeretett az Atya, úgy szerettelek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, hogy én is megtartottam Atyám parancsait, s megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, s örömetek ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ezek az evangélium igényi. Áldjon téged, Krisztus! Kedves ünneplő testvérek, kedves jegyesmár, kedves Péter, ez a mai nap különleges az ember számára, a ti számotokra. Hiszen bár már elég régóta ismeritek egymást, volt már valaki, aki behozza a gyűrötöket is, de mégis ez a mai nap azt jelenti a ti számotokra, hogy Isten előtt kéz a kézben fogjátok most már együtt járni az életnek az útját, az ő jóságával, kegyelmével, szeretetével és segítségével. Boldogság ez a nap a ti számotokra, és én talán azt gondolom, hogy akik itt vannak, családtagjaitok, hozzátartozaitok, rokonaitok, azok is sok boldogságot kívántak nektek. Nem tudom, tévedek-e? Nem. Bízok benne, ugye? Azért sok boldogságot kívánt mindenkinek. Nagyszerű, köszönöm szépen. Tehát azért csak igazam már. Vagyok a babéle ezek szerint. Másik kérdésem, tegyük interaktívvá az esküvőt. Ki volt az, aki esetleg azt mondotta családtagok, hozzátartozók közül számukra, illetve nékik, hogy ez a nap a legboldogabb nap most a számomra? Volt-e valaki? Volt-e valaki? Mi csak a bátran kezét, ha valaki ezt mondta, hogy ez a nap a legboldogabb most a számukra? Ketten merik vállalni. Többiek stikában mondták egyébként, de nem merik vállalni. Na most akkor én erre azt mondom, hogy kár, hogy tetszettek mondani. Nem szabad mondani. Soha nem szabad mondani az esküvő napján jegyes párnak, menyasszonynak, egy vőlegénynek, hogy ez a nap a legboldogabb a számukra. Mert mi lesz akkor a holnapban? Mi lesz a holnap utánnal, a rákövetkező napokkal? Ha ez a legboldogabb nap, logikus, hogy a holnapi már nem lesz ilyen boldog. Se a holnap utáni, se az az utáni. Ezután már csak szomorú napok jönnek az ő számukra. És boldogtalan napok jönnek az ő számukra. Lehet, hogy boldogok lesznek, de ilyen boldogok soha az életben. Én pedig nem ezt kívánom nektek. Én azt kívánnám nektek, mai naptól kiindul, hogy jó, eddig is boldogok voltatok. De ezután még boldogabbak legyetek. Még boldogabbak legyetek, mert idézelve mondva, eddig úgymond, hogy együtt jártátok az életnek az útját, most pedig Istennel fogjátok együtt járni az életnek az útját. És hallottuk a Szentírásnak az üzenetéből, hogy mennyire fontos az a szeretet, amely maga az élő Isten. Deus caritas est, írja János apostol 2000 évvel ezelőtt. Isten maga a szeretet. Isten maga a boldogság, a szeretet, amely összeköti az embert az emberrel, mely összeköti az embert az Istennel. A szeretetet néha nehéz meghatározni, hogy most mi is? Érzelem? Ösztön? Most sok mindent rámondani. Én viszont azt mondom, hogy tett és tevékenység. Mégpedig parancsba kapott tett és tevékenység. És talán elég furcsa, ha valaki azt mondja, hogy parancsra szeretni. Hát milyen furcsa már az. Nekem megparancsolják, hogy szeressek. Nem lehet. Pedig lehet. 2000 évvel ezelőtt Jézus maga parancsolta. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást úgy, hogy én szerettelek benneteket. Hogy szeretett bennünket az Isten, hogy az életét adta értünk. És ugyanezt kell nektek is tenni majd. Az életeteket kell adni a másikért. Nyilván nem kell meghalni a másikért, de már is erre gondoltam, hanem a nap mint nap odaadni az életet a másikért. Feláldozni az életet a másikért. Lemondani az életemről a másikért. Ha ezt meg tudjátok tenni, nagy, keserves küzdelem a világban ez természetesen, akkor lesztek boldogok.
akkor érzitek át nem a földi boldogságot, de a mennyei boldogságot. Krisztusnak a boldogságát. Mit kaptok ti ma az Istentől? Két nagyon fontos feladatot. Az egyik feladat az, hogy sugároznotok kell a hitet. A krisztusi keresztényi hitet, mert idehozott benneteket ide a templomba, az oltár elé. Sugározni a hitet? Természetesen ez nem azt jelenti, egyszer tréfásra megjegyeztem egy hittanórán, hogy nem Csernobilba kell elmenni érte. Elmentek Csernobilba vagy Paksra, lehet, hogy sugározni fogtok, nem a hittől, nem a boldogságtól, lehet, hogy mástól. Hitet nem úgy kell sugározni. Hitet az embernek a szívével, s a lelkével, az életével kell sugározni. Ti most is sugározzátok ezt a hitet, a tanúbizonyságnak a hitét. Hisz ide jöttetek. Eljöttetek ide. Kértétek a kegyelmi ajándékot, hogy jó Isten, jósága és szeretet árasszon el titeket. Boldogsággal, áldással. Így kell sugározni a hitet. A keresztvetéssel, az egymásba kulcsoló kezeknek az imádságával. Nagyon fontos. Ha ezt meg tudjátok tenni, akkor tényleg sugárzó emberek lesztek. Hittől sugárzó emberek lesztek. És a másik fontos feladat, amit a Jóisten rátok bíz mai napon, az pedig az, hogy ontanotok kell a szeretetet. Ki magatokból. Vigyázni kell arra a szeretetre, mert kaptatok az Istentől, hogy egymásnak adjátok. Középkorban keresztes lovagok közül sokan voltak olyanok, akik a Szentföldről hazafelé indulván lámpást gyújtottak, fáklyát gyújtottak. A Szentföldről, Betlehemben, ott, ahol Jézus megszületett. És haza akarták vinni a születésnek a fényét. Hát keserves útjuk volt. Nagyon kellett vigyázni, hogy az, akár az időjárás viszontagságai, a szél, az eső, egyéb dolgok miatt, az embereknek a gyarlóságai, akár rablók, akár tolvajok miatt, az a lámpás, vagy az a fákja, ki ne aludjon, el ne aludjon. És a végül véletlenül mégis megtörtént, hogy szándékkal kioltották a lámpást, a fákját valaki, akkor vissza kellett nekik fordulni. Újból elmenni a Szentföldre, és újból meggyújtani, és újból elindulni vele hazafelé. Nem volt egyszerű, és nem volt könnyű. Mégis sokan megtették, mert ígéretet tettek rá, hogy azt a lángot ők haza fogják vinni. Ti is tesztek ígéretet. Itt, a templomban, az oltár előtt, az eskünek az ígéretét, a szeretetnek az ígéretét. Ezt kell magatokból kimondani majd. És hogyan tudjátok ezt megvalósítani? Ott kell, hogy legyen mindig előttetek ez az ígéret. Az az ígéret, mert az Isten valósított meg leginkább a ti számotokra. Hogyan valósította meg ezt? Úgy, hogy emberré lett. Egy gyermek alakjában jött el közénk. A szeretet alakjában. Nektek már egyrészt megérkezett a szeretet, ott üldögél, bámul bennünket, de a többi szeretetnek a kegyelmi ajándékát is meg tudjátok kapni. Át kell élnetek és át kell éreznetek. Ott kell, hogy legyen mindig előttetek. És hát, ha már adventi szent időszakban járunk, akkor fogadjatok el tőlem egy kis szerény ajándékot. Mondhatnánk talán, hogy illik majd nem sokára a karácsonyfa alá is. Mi pedig a szeretetnek a legnagyobb megnyilvánulása ez. Ez nem más, mint egy kis betleni figuracsoport. Ott van rajta hát Jézus Mária, két bárányka, de legfőképpen ott van itt a kis Jézus. Úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek benneteket, mondja Jézus. Nem csak úgy szeretett bennünket, hogy meghalt értünk a kereszten, meghalt értetek a kereszten, hanem úgy szeretett, hogy emberré lett. Egy gyermekké lett. És hogy Mária és József fogadták örömmel ezt a gyermeket, úgy kell nektek is fogadni. Akár a gyermeket, akár a gyermek Jézust. Szeretettel, örömmel és boldogsággal. Ugyanez kis karácsonyi ajándék, de nyugodtan kitettétek bármikor, bárhová. Akár egy könyvespolcra, szekrényre, üveg szekrény mögé, hogy mindig legyen ott a szemetek előtt, hogy mi azon a bizonyos napon, ott a betlehemi figurák előtt,
A kis Betlehem előtt ígértük meg egymásnak, hogy hittel élünk, hogy szeretettel fogunk élni. Ez a Betlehem számotokra sugározza a hitet, sontsa a szeretetet. Közös családi életetek boldogságának minden napján majd. Amen. Kedves jegyes pár, eljöttetik ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívedek szeretetét, egyházának szolgálja és a hívek közösségének színelő. Krisztusunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Titeket, akiket már megszentelt a keresztségben, most egy külön szentségek kegyelmével gazdagíti és erősít meg, hogy kölcsönös örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. Házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek. Felejétek ezért az egyház kérdésére. Péter, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél ide, hogy házasságot köss. Ígéred, hogy lennő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól. Elfogadod a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságotokat. Ígéred, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket. Igen. Andrea, megfontoltad de Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél ide, hogy házasságot köss. Ígéred, hogy lenne féledet tiszteled és szereted, míg a halál el nem választ benneteket egymástól. Ígérem. Elfogadod a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságotokat. Elfogadom. Ígéred, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket. Ígérem. Kedves jegyes pár, most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen is kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Kinek benneteket fogjatok egymással a kezet, s én egybefonodott kezeteket átkötöm stólával annak jelül, hogy házasságotok Isten szín előtt felbonthatatlan lesz. Péter, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház szín előtt. Akarod-e jelenlévő Andrát feleségül venni? Akarom. Andrea. Isten szent szín előtt. Isten szent szín előtt. Feleségül vesznek. Feleségül vesznek. Andrea, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház szín előtt. Akarsz a jelenlévő Péterhez feleségül menni? Akarom. Péter. Péter. Isten szent szín előtt. Isten szent szín előtt. Feleségül megyek hozzá. Feleségül megyek hozzá. Most megkötött házasságotokat Szegyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom azt az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Ti pedig, kedves testvéreim, legyetek tanúi a Szent Életszövetség megkötésének, amely Krisztusunk szavai szerint felmondhatatlan, amit Isten egybekötött, azt ember szinte válassza. Most pedig ősi magyar szokás szerint estivel is erősítsetek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek. Kérlek, kedves tanúkat, kérném szépen, fáradjanak majd ide mellénk. Kezükbe adom majd a feszületet, ti pedig tegyétek egyik kezeteket a feszületre, másikat a szívetekre, és mondjátok majd utána az eskének a szavait. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Nagyasszonyunk. Nagyasszonyunk. A boldogságos Szűz Mária. A boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Hogy téged, Andrea, szeretlek. Hogy téged, Andrea, szeretlek. Szeretetből vesznek feleségül. Szeretetből vesznek feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az egyház törvénye szerint. Az egyház törvénye szerint. És téged el nem hagylak. És téged el nem hagylak. Holtamiglan, holtadiglan. Holtamiglan, holtadiglan. Semmiféle bajban. Semmiféle bajban. Isten engem úgy segélyen. Isten engem úgy segélyen. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Nagyasszonyunk. Nagyasszonyunk. A boldogságos Szűz Mária. A boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Hogy téged, Péter, szeretlek. Hogy téged, Péter, szeretlek. Szeretetből megyek hozzád feleségül. Szeretetből megyek hozzád feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az egyház törvénye szerint. Az egyház törvénye szerint. És téged el nem hagylak. És téged el nem hagylak. Holtamiglan. Holtamiglan. Holtadiglan. Holtadiglan. Semmiféle bajban. Semmiféle bajban. Isten engem úgy segéljen. Isten engem úgy segéljen. Nyugodtan
Áldja meg az Úr ezeket a gyűrűket, melyeket most majd a kölcsönös szeretet és hűség jelül egymás ujjára fogtok húzni. Sokoljátok majd meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára, és mondjátok majd utánam az alábbi szavakat. Andrea, viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya és a Fiú. Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Péter, viseld ezt a gyűrűt. Viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Most állj fel valamennyien, kedves testvéreim, és kérjük most mennyei atyánkat, aki minden közösségnek atya, hallgassa meg az új házaspárért végzett imádságunkat. Áraszt írunk bőségesen házasság szentségi kegyelmét az új házaspárra, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Töltsd el, Urunk, az új házasok szívét, sírig tartó hűséggel, s az egymás iránti áldozatos szeretettel, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy tiszteljék szent akaratodat, és gyermekeiket áldásodként fogadják, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Őrizd meg, Urunk, a házasságra készülőket minden könnyen műségtől. Adj nekik szent komolyságot és sok tiszta örömet, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj, Urunk, minden családnak emberhez méltó hajlékot, s add meg mindazt, ami boldogulásukhoz szükséges, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj, Urunk, a keresztény családoknak hitet, hűséget és szeretetet, hogy mindig békében éljenek, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk és Istenünk, világok kormányzója, családok oldalmazója, kérünk, áld meg az új házaspárt, hogy mindhalálig hűségesek maradjanak hitvestársi és szülői hivatásokhoz, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az új házaspárra könyörögve kérjük most Isten áldását, hogy segítségével jóságosan támogassa azokat, akiket a házasság szentségével gazdagított. Szent Istenünk, Te hatalmad erejével a semmiből megteremtetted a világot, majd miután a mindenség alapjét leraktad, isteni képmásodra megalkottad az embert. A férfinak elválaszthatatlan segítőtársulattad az asszony, hogy ne ketten legyenek többé, hanem egy emberként éljenek. És így arra tanítasz minket, hogy már nem szabad szétválasztanunk többé, amit akaratod egynek alkotott. Hitvesi köteléknek, Istenünk, Te szent és fenséges értelmet adtál, és úgy akartad, hogy a házastársi szövetség Krisztusnak és egyházának titokzatos kapcsolatát jelezze. Az asszonyt a férfi mellé Te rendelted, Istenünk, s erre a legősibb emberi közösségre áldást adtál, s bár megbüntetted őszüleink vétkét, és vízözönnel sújtottad a bűnös világot, ez az áldásod mindvégig megmaradt. Nézd tehát kegyesen testvéreinkre, kik házastársi közösségre lépve a Te oltalmazó áldásodat kérik. A Szentlélek kegyelmét küld el rájuk, hogy szeretetet kiáradjon szívükbe, és hűségesen kitartsanak a hitvesi szövetségben. Add meg Andrea szolgálódnak a szeretet és a béke ajándékát, hogy állhatatosan követhesse a szentasszonyok példáját, akiknek dicséretét a Szentírás hirdeti. Add, hogy férje Péter bátran hagyatkozzék rá, és elismerve őt egyenlő társának, aki vele a kegyelmi életben is osztozik, illő tisztelettel legyen iránta, s mindvégig azzal a szeretettel szeresse, amellyel Krisztus szerette egyházát. Most pedig azért könyörgünk, Urunk, hozzád, hogy ezek a szolgáid mindig a hitnek parancsaidnak útján járjanak, és a házastársi hűséget őrizve az erkölcsi tisztaság példaképei legyenek. Az evangéliumból merített erővel mindenki előtt tegyenek tanúságot Krisztusról, a termékenység áldásában részesülve bizonyuljanak erényes szülőknek, és fiaiknak fiait mind a ketten láthassák. Az életük legyen hosszú és boldog, s a szentek társaságába jussanak a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
És most, kedves testvéreim, az új házaspárért, az új házaspárral együtt imádkozzunk közösen úgy, hogy bennünket az Úr Jézus Krisztus tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsájtsd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Kedves plébános úr, Istennek szolgálja, mint ezen egyházközség hű lelki pásztora. Megköszönöm önnek a szívességet, hogy ezen szép párváldást kért. Kívánom, Isten sokáig éltesse, ezen hivatalt hűséggel viselje. Kívánjuk élete Istennek áldását, Isten házának további szép virágzását. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Istenünk az örök atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus béke töltsen lelketeket, és otthonatokban is mindig megmaradjon. Amen. Legyetek áldottak gyermekeitekben, találjatok az életben őszinte jó barátokra, s éljetek minden emberen igaz békességben. Amen. Legyetek Isten szeretetének tanulja a világban, hogy a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában. Amen. S titeket mindannyiótokat, akik itt jelen vagytok, áldja meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szertartás véget ért, menjetek békességgel. Istennek legyen hála. We'd say we do for the rest.
Kis bajtársítanom,
Újra estig, kora reggel óltam. Thank you.
szeretetek is ittak a kismáját. Elavulj a szony, meg mégsem lehet. Már vagy eljavulj a szony, és megállunk. Yeah.
Yeah.